mert Isten ments, hogy itt letítsek ezt az oldalt is. Nem szabad. Nem szabad reagálnom rá. A másik, hogy a hatóság biztos, hogy fog csinálni valamit, mert ezek bűncselekmények ellenem pénzt. Jóval fedezte azt a pénzt. És még a háza is rábaszták. Ez valami iszonyat, tehát ezt tényleg be kell tenni a tévébe. Úgyhogy tanuljatok mindenből. Hát egy csillár többet ér ott a házba. A hűtő vagy a valami. De mi ez? Ez a nagy korrupció, azért már álljon már le ellenem. Tehát akkor, hogy a Fiorióban megkérhettek arra, hogy már most már tényleg lépje le rólam? Miket teszel te ki? Miket vágsz te össze? Miket? Várod a felelősséget, érte? Ha félrevezeted az embereket? Hát annyi eszem van, hogyha én úgy lettem volna, vagy a bármelyik tereken, hogy nem mondom ki. Hát amiket te kitöltesz, meg összevágsz. Arról van szó. Azonnal menj innen el. Azonnal. Fogalmad van arról, hogy mennyi idő börtönbüntetést ülsz azért, amit összevágsz videóimat, és ide a TikTokra kiteríted? Hm? Na jó. Oké. Mész innen te is. Nekem semmi jogom, semmi közöm ahhoz a nem tudom mihez, mert még nem tudok semmit. De valaki jó elintézett. Azért már ne haragudjatok, hogy pápával összetesz engem a Dávodi Hírmondó szerkesztő, nem tudom kicsoda. Azért már álljunk már, hát mi ez? Valaki nagyon meg van bolondulva, és nagyon-nagyon vigyázik. Jeleztem, mivel be is mindent, úgyhogy a rendőrség felé. Hiába hívsz. Nem veszem fel. Halló. Úgyhogy nem veszem fel. Nem, az már nem. Igen. Ilyet még az életben nem hallottam, hogy elszállok itt, tehát bassz rá valamilyen őrült, nem normális, nem tudom ki, 108 ezer forint. Vágyatok a picsába. Szóval azért ne haragudjatok. Van ügyvédem. Van rendőrség. Ne, azért már ne vicceljetek. Ki csinálta ezt meg? Hm? Százszer és soha. Menjél már. Ilyesége. De ez csak egy ilyen riogatás, egy szemétség, egy baráti kézfogás, és akkor már meg van csinálva minden. Ugye? Olyan forgalom még ott abban az utcában nem volt, mint ma. Azért váljunk már le. Nekem ott jogom van lenni. Oda vagyok bejelentkezve. Ma megcsináltam ott a rendet, minden, úgyhogy nem szeretném, hogy valaki ne menjen oda, soha többé, mert holnap olyan szépen elintézhetlek titeket, mint a 21. Oda többé a lábatokat be nem teszitek. Ezt szeretném mondani. Ennyi, se kulcsa, se kulcsa nélkül. Ez így van. Ez így van. Szia, Antyom. Érzed el? Ilyet elintézni? Hát ez csak mafia vonalon lehet ilyet elintézni, basszus. Kész fogás, szia. Én vagyok a Pius pápa, hogy csináld már meg ezt. Rágám, mennyit adtatok oda ennek a közéletőnek, hogy bevállalja azt, hogy az életében nem dolgozhat többé? A bírósági közéletőnek. Há?
Mert nem fog. Mert honnan feljelentem. Soha többé. Mert ilyen nincs, hogy valaki 108 ezer forintért rátegyen egy elszálló kitelt a házba. Ez vicc. Vicc, gyerekek, vicc. Nem. Nem. Itt nem milliókról beszélünk, hanem 100 000. A jó istenit neki. És akkor elvették az összes 214 ezeret. Mind ott van nála. Mit kér még? Mit kér még? Engem kér? Itt vagyok. Jöjjön ide. Azt akkor tegyen rám is ilyen szállókitelt. Nem lehet. Én egy haszonélvezeti jogos tulajdonos vagyok. Ott én mondom meg, ki jön be, ki nem. Soha többé senki a lábát oda be nem teszi rajtam kívül. Az volt, ami ott van a beszélét. Ő azt mondja, hogy csak 170 ezer van nála. Hova tűnt a többi lóvé? Kivette el? Kiszállolta le? Nem tett olyat is, hogy pénz se hagy, villany se hagy, gáz se hagy, és akkor végén még a háza is rátesznek ilyen pitiket és összeget. Azért már ne haragudjál, hogyha itt össze kell koldulnom, ha kiteszem a bankszámlát, összejön. Ha csak 1000 forintot dobtak össze, akkor már 1027 ember van itt. Én is tudok koldulni, mint a Minike, meg a másik, meg a harmadik. Ugye? Érted? És akkor nekem azt mondja a tisztelt páromnak a gyereke, hogy ő küldött neki pénzt, meg minden nem küldött egy forintot se. Ma kaptam meg a levelét.